fogást találni, az is esetében dolgozza fel. Nagyon sok művében visszanyúl ehhez, tehát ehhez az árulás témához. Ezt várta tőle a közönség. Tehát egyszerűen nem aláírt valamit kényszerhelyzetben, megzsarolták kezzel azzal. Iszonyú keményes gonosz dolgokat jelentett. De semmi. Kéjjel. De tényleg az, hogy rákapott a jelentés ízére. Tehát nézzük, irodalmi form, mint az irodalomban, igen. Maximálisan túl teljesítve. Én azt gondolom, hogy ez egy megbocsátatóan. De azt a gerinztelenséget nem nevezhetnék rugalmasságnak? Nem gerinztelenség. Én egy bunkó konzervatív tanárnő vagyok. Még Vasalbertet még nem mondtuk meg a tudtét Vasalbertről. Vasalbertet, hogy vajon mi volt az a bűn, amiért Vasalbertet ebben a bűntudatában való égésben odasoroltam tartani, illetve tart Vasalbert mellé. Elmondom neked, részben azt lehet róla megtudni, hogyha egy keresőben megnézzük, hogy háborús bűnös volt, mint erdélyi neves és földbirtokos, valamiért a II. Világháború vége felé háborús bűnös lett, és azt hiszem, hogy ezért is távozott Amerikába, viszont a futilei boszorkányból egy egészen másfajta bűnösség tudata fogalmazódik meg, ami lehet, hogy nem kifejezetten a sajátja, már azt is nagyon el tudom képzelni, hogy ez az ő bűne, de lehet az is, hogy nagyon sok mindenkinek a bűne, aki rokona ismerőse, családtagja, nem tudom micsoda. Ez pedig az, amikor egy táj bűvöletében élő ember, és amikor a Vasalbert Funtinelli boszorkányáról beszélünk, akkor nem is annyira ez a nő tudatúság a fontos, hanem az, hogy egy táj bűvöletében él, és valamiért én tudom, hogy mit jelent ez. Ez körülbelül ugyanolyan erős drog, mint ha valami más szenvedélye lenne. Egész egyszerűen az a táj, amit leír, és ez a számunkra többé-kevésbé ismerős erdélyi táj, akkor is, hogyha nem a miénk, irodalomból és turistáskodásainkból mégiscsak ismerős, olyan erőteljes, dramatikus táj, amit nagyon-nagyon szeretünk olvasni. Ebben benne egy áldozat és nagyon-nagyon erős nő története, de szintén olyan nagyon szívesen olvasunk. Sokkal könnyebben tudta azonosulni Vasalbert nőképével, aki azt tudja állítani, hogy hát a férfiaknak vezekelniük kell mindazokért a bűnökért, amit a nők ellen elkövetnek. Na most a Tarsándor dualisztikájában egész egyszerűen nagyon-nagyon sok bűnös nő van. Tehát, hogy az ő dualai között tényleg nagyon kevés a bűntelen szereplő, sokkal inkább a bűn tudatában élő emberekről van szó. Mostnál legalább egy szent, tiszta és felemelhető lény van, ez maga a Funtinelli boszorkány. Sokkal rosszabbul megírva, mint Tarsándor nőfigurái. Hogy Vasalbert tulajdonképpen ezt a bűnét írja meg, elrejtett egy zsákmányt, elfogott egy csodaszarvast, egy nőt, teherbe ejtette, majd magára hagyta és elhagyta. Lehetséges, hogy miután el kellett hagyni az országot, miután háborús bűnösök is vissza sem jöhetett soha többé, és miután egy ilyen dramatikus tájon nőtt fel, ami ilyen hihetetlenül erőteljes gyűlöletben tart az ember, iszonyú nagy honvágya és bűntudata volt, és 50-es években, amikor ezt elkezdte megírni, akkor szembenézett ezzel a fiatalkori bűnével, amit nagyon sokan elkövetünk egymás ellen. De miért ne ajánlanám, tehát, hogy valamilyen politikai előítéletek, tehát hogy elfogadja ezt a táborba tartozó olvasó szemüveget, hát az hülye természetesen. Én azt mondom, hogy szerintem, tehát az én Vasalbertről való véleményem az nem egy piszi vélemény, én egy kicsit őt unom. A mitológiáját nagyon érdekesnek tartom, és azt borzasztóan izgalmasnak, és ennyiben talán kellegézze be a tal témához mutat egy hasonlóság. Hát azért ez a két életrajz, a 20. századi magyar történelem két nagyon traumatikus, elhallgatott eseményet járja körül,
a magyar nemesség szerepvállalását a II. Világháborúban, köztük az erdélyi nemességét is. A másik, hát a magyar munkásság rész nem vételét a rendszerváltásban. Ugye? Amit helyettük csináltak meg, az ő félreállításukkal csináltak meg, vagy amiben ők egyáltalán úgy is megmondani, nem nőttek föl hozzá, és a többi. Tehát, hogy maga a TAR életmű, az ilyen traumatikus, a TAR életrajz, de véletlenül is. Rávilágít ilyen traumatikus pontokra. Azért is lehet annyi mitológia az életrajzok. Csak azért azt, mint volt öltem szakos, nem felejtem én már, hogy szerintem semmit nem tudom, hogy Vas Albert tulajdonképpen ki volt. Annyira ellentmondásosak a, ugye egy jobboldali ikon, baloldal nagy szemétel. Persze tart, lehet pusztán retorikai és stilisztikai megoldások fel a megközelítőnek. Tehát, hogy benne azért lehet keresni egyfajta nagyon sajátos baloldaliságot. Hát ez azért tagadható. Tehát az ő rendszerváltásról való. Tehát aki ezt azt mondja, hogy ez nem számít, az szerintem egy hamisítás. Hogy? És Vas Albert is nagyon erő, ő meg aztán kimondotta, nyíltan képvisel politikai tartalmakat. Tehát ezt mondjuk. Na de hát attól elvonatkoztatni, hogy valami ma nem szívesen tudomásul vett baloldali emlékezet is picit a TAR regényekén, amit én nem szívesen, mert nem szívesen emlékezünk rá, hogy esetleg a baloldalról is át lehetett élni így a rendszerváltást, és a, ma nem azok az emberek érdeklik az internacionálit, akik régen, és a többi, tehát hogy egy ilyen jelentése is van ezeknek az elbeszéléseknek. Hát ezt szerintem nem lehet eltagadni. Ettől ő még az egyik legnagyobb magyar. Nem tilos olvasni. Tehát, hogy nehéz dolog lehet egy olyan országban élni, ahol félni kell egy szövegtől, félni kell egy írótól, félni kell attól, hogy valamit olvasunk, megfogjuk valakinek a könyvét, vagy ilyesmi. Azt gondolom, hogy ennél autonómabbak vagyunk, és ennél többet tudunk magunkról is valamit.